Köszöntöm a Szentes Televízió nézőit! Ha csütörtök, akkor közéleti magazinunkkal várjuk Önöket a hét legfontosabb eseményeivel. Kövessék közösségi oldalunkat is a naponta frissülő hírekért. Mai műsorunkat is aktuális rovatunkkal kezdjük. Tartsanak ma is a Szentes Televízióval! A járvány idején megmutattuk, hogy vészhelyzet esetén is el tudjuk látni az országot élelemmel. Fontos, hogy megtermeljük, amire szükségünk van. Azért tartom nagyon fontosnak, hogy hazai terméket vásároljunk, mert így a vásárlásunkkal olyan hazai vállalkozásokat támogatunk, amelyek működése nagyban hozzájárul a hazai gazdaság fejlődéséhez. Jó, hogy erősítjük a hazai gyártást, így nem függünk annyira másoktól. A külföldről behozott áruk gyakran több ezer kilométert utaznak, így ha magyar terméket veszünk, a környezetet is védjük. Büszke vagyok, hogy az asztalunkra magyar termelők árui kerülnek. A járvány idején a magyarok összefogtak. Erre az összefogásra ezután is szükség lesz. Védd a magyar munkahelyeket, válaszd a hazait. A koronavírus elleni első csatát megnyertük. Most újra kell indítanunk a gazdaságot, hogy minden magyar visszatérhessen a munkához. A családokat adócsökkentéssel, a 13. havi nyugdíj visszavezetésével és a hiteltörlesztések felfüggesztésével támogatjuk. A kisvállalatokat kamat nélküli kölcsönökkel segítjük, és csökkentjük a vállalkozók adóit. Töltse ki a nemzeti konzultációt. Mondja el, hogy egyetérte a gazdaság újraindításának tervével. A te országod, a te hangod. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Ez már a Szentes Televízió aktuális rovata. A tartalomból új igazgató a Kosta József általános iskola élén. Vízipók úszóversenyt rendeztek Szentesen. Közös szervezésben tartották Szegváron az állami ünnepet és a Kalács Fesztivált. Nézzük a részleteket. Molnárné Tóth Györgyi tölti be a szentesi Kosta József általános iskola vezetői posztját. Egyik fő törekvése, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában. Szeptember 1-én veszi kezdetét a 2020-2021-es tanév a járványügyi előírásoknak megfelelően. Ön által jól ismert intézménynek a vezetője lett most nemrégiben. Hogyan fogadta ezt a kinevezést? Köszönöm szépen részint a megkeresését a televíziós társaságnak, és egyben megragadom az alkalmat, hogy köszöntsem sok szeretettel a Szentes Televízió nézőit. A kérdését illetően nagy örömmel és megtiszteltetéssel tudtam vállalni ezt a felkérést, hiszen kötődésem valóban régi keretű az intézményhez. Én a pályámat itt kezdtem, mivel hát viszonylag régóta vagyok fiatal, az évet talán meg sem mondom, hogy mikor. 9 évet töltöttem itt a pályám elején, mindezen túl pedig a 2 gyermekem is általános iskolai tanulmányait itt végezte, tehát gyakorlatilag mondhatom, hogy hazatértem ide az intézménybe, illetve hát egy 27 éves kihagyás után kerültem vissza ismét ebbe az intézménybe. Hogyan fog indulni az idei rendhagyó tanév, ugyebár nevezhetjük rendhagyónak, hány elsős érkezett, lehet-e már erről valami számszaki adatot tudni? Én nagyon remélem azt, és bizakodunk abban, hogy mégsem lesz talán annyira rendhagyó, hiszen mint ahogyan tudjuk, most a rendes kerékvágásban indul el a tanév. Nyilvánvalóan figyelemmel vagyunk az adott járványügyi helyzetre, ezt nyomon követjük ugye szinte napról napra, és ehhez igazodva most ebben a pillanatban azt tudom mondani, hogy még most nem indul rendhagyóan, tehát várunk nagy szeretettel minden egyes tanítványunkat teljes létszámmal. Ami az elsősök létszámát illeti, nagyon szép és kedvező létszámmal tudjuk indítani az első osztályainkat. Ha az emlékezetem nem csal, akkor 28, 29 és 26 fős osztályaink vannak az első osztályban. Láthatjuk maga mögött itt a padokat, szépen el van rendezve, hogy állnak az előkészületekkel esetleg a többi terembe.
Köszönettel nagyon lelkiismeretes és körültekintő kollégáinknak már egy ideje zajlanak az előkészületi munkák, pontosan annak érdekében, hogy a diákok, akik nagyon nagy örömmel várják értesüléseink szerint az ismételt találkozást, megfelelő körülmények között tudjanak találkozni ismét a társaikkal. Ehhez igyekszünk az érzelmi tölteten túl a tárgyi feltételeket is maximálisan biztosítani. Milyen előírásoknak kell megfelelni az iskolának, milyen járványügyi előírásoknak? Egy konkrét intézkedési terv is rendelkezésünkre áll, amit megkaptunk a fenntartótól. Ennek betartása maximálisan kötelező minden kolléga számára, és erre szeretnénk felhívni a kedves szülők figyelmét is, illetve a diákjaink figyelmét is. Ezek között szerepel részint ajánlottan a maszk, amelynek nem a viselése kötelező, de legyen itt mindenkinél. Ha valaki biztonságban érzi magát, vagy komfortosabban érzi, felteheti, de ennek a viselése nem kötelező. Ami viszont kötelezőbb érvényű, az a nagyon gyakori kézmosás, illetőleg a fertőtlenítés. Ehhez minden szinten találhatók ugye fertőtlenítő készülékek adott térfogattal, és ennek a használata, rendszeres használata mindenképpen indokolt, sőt kötelező érvényű. Ezen túlmenően a védőtávolság, ami 1,5 méter megtartása, még ami konkrét előírás, ennek a betartását, ahol tudjuk és lehetséges, oly módon próbáljuk meg a nyitott terekben történő tartózkodásnál mindenféleképpen, viszont hát nyilván vannak épületi adottságok, ahol azért nehezebb ennek a betartása, de mindenféleképpen törekszünk erre is. Ugyebár egy sarkalatos pont a testnevelés óra, hogy hogyan tudják ezt majd idén megoldani? A testnevelés órát igyekszünk, ameddig lehet a szabadban megoldani, törekszünk erre, és hát nyilván olyan gyakorlatok végzése kerül előtérbe, ahol azért a távolság bizonyos szempontból tartható. Itt inkább az öltöző használat, amire majd oda kell figyelnünk, hiszen mivel annak a méretei tudjuk, hogy azért hát szűkebbek, ott megpróbálunk majd egyfajta szabályozást, illetve már gondolkodtunk is rajta, hogy egyszerre hány fő tartózkodjék ott be, és valahol itt is próbáljunk megfelelni az előírásoknak, illetve a járványügyi követelményeknek. A tantárgyzsületben történtek-e még esetleg személyi változások? Igen, szerencsére örülünk annak, hogy a feladatellátás zavartalanul fog kezdődni. Minden egyes tantárgyunknál megvan a megfelelő személyzet, illetőleg új kollégákat is köszönhetünk a tantestületben, és ami külön öröm és büszkeség számunkra, hogy dinasztiás visszatérések vannak, hiszen vannak olyan kollégák, akiknek a gyermekei is ide jártak részint, most pedig kollégaként köszönhetjük őket. Ez külön öröm és büszkeség, azt gondolom, mindannyiunk számára. Ugyebár nemrég nevezték ki, mint igazgatónőt, milyen célokat tűzött ki maga elé ebben a pár évben, pár hónapban? Számomra nem új ez a pozíció. Az első és legfontosabb célom, ami talán nem is célként nevezném meg, és egy ilyen követendő elvként tartok számom magam számára is, illetőleg a kollégáim számára is, az első és mindent überelő, mondhatom talán, elv a gyerekek szeretete, és ennek érdekében mindenféle tevékenység olyan szervezése, hogy az mindenféleképp a gyerekek épülését, előrejutását, nem csak tudásbéli természetesen, hanem részint érzelmi, értelmi intelligenciájuknak az alakulását segítse elő. A Szentesi Gondozási Központ, a Szentesi Sport és Üdülőközpont, a Szentesi Delfin ESC és Pól Anett úszóedző szervezésében augusztus 26-án a Szentesi Rébeli Szabó József sportuszoda 25 méteres medencéjében megrendezték a vízipók úszóversenyt. Az eseményen a térség enyhén fogyatékosokról gondoskodó intézményeinek gondozottjai vettek részt. Én biztos vagyok abban, hogy ma itt mindenki győztesként fog beugrani a medencébe, és majd kijönni a medencéből is. Nagyon büszke vagyok arra, hogy Szentesváros önkormányzata hosszú-hosszú időn át már úgy gondolkodik, hogy szeretjük, elfogadjuk és elismerjük egymást. Ez nálunk ugye minden szeptemberben a Szeretet mindent elfogad sportverseny és közösségi versenyben formálódik meg. Szentesváros polgármestere nyitotta meg a sportrendezvényt, beszédében kiemelte, milyen fontos, hogy elfogadjuk a fogyatékkal élőket és segítsük is őket. A mai napon
elkezdődik egy olyan különleges úszóversenynek az első állomása, amit vízipók versenynek neveztek el a rendezők. Ugye miről is beszélünk? Szentes városában most már nagyon hosszú évek óta a Szeretet mindent elfogad című rendezvénynél. Itt vannak közöttünk azok a sérüléssel vagy fogyatékkal élő embertársaink, akik azon a napon vagy az év minden napján szeretnék megmutatni, hogy ők is egyenrangúak közöttünk, és ők is meg tudják mutatni azt, hogy milyen szépen tudnak bármilyen kulturális rendezvényen vagy sportrendezvényen teljesíteni. A mai nap különösen azért fontos, egyrészt egy gyönyörű szép időnk van, sok támogatóval itt köszönném meg, akár a Szentesi Üdülőközpont támogatását, a városunk támogatását természetesen, illetve kifejezetten a Szentes Delfin SC Senior Úszóklub támogatását, akik segítőként ott lesznek a versenyzők mellett. Ami nagyon lényeges még ma, hogy Póla Nették, a főszervező és segítők úgy gondolták, hogy ma mindenki nyer. Innen minden egyes versenyző résztvevő ma aranyéremmel fog eltávozni majd, ahogy elkezdi az úszást, és ahogy kijön a medencéből, mindenki az számára nyújtott legjobb teljesítményért ma aranyérmet vesz át. Hogy miért még a városunk számára nagyon fontos az, hogy ez a verseny megrendezésre kerülhet itt, mert ezek a medencék egyrészt mindenki, aki szentesi lakos vagy ide látogató vendég, kettő általában a teljesen egészséges sportolók használják nap mint nap, de helyet biztosítunk mindenkinek, aki szeretne egy kicsit sportolni, úszni vagy kikapcsolódni. Szeretném, hogyha ez a verseny hagyomány lenne, minden évben megrendezésnek kerülne itt, és szépen ki tudná egészíteni a Szeretet mindent elfogad rendezvényünket. Ahogy látom a szervezés kérdését és az eltökéltséget, akár a szervezők, segítők, illetve a résztvevők részéről biztos is vagyok benne, hogy egy szép is hagyományos programmá fog ez alakulni itt nálunk Szentesvárosában. A verseny díjazása vagy eredményével kapcsolatban érdemes azt azért természetesen megemlíteni, ahogy azt már mondtam is, itt mindenki aranyéremmel fog hazatérni. Vannak itt egyéb kiegészítők a szervezők részéről, hogy egy folyamatos jó kedvet, jó hangulatot és jó kondíciót biztosítsanak mindenkinek a verseny folyamán, de ami leglényegesebb, hogy együtt vagyunk, elismerjük, szeretjük, tiszteljük és elfogadjuk egymást. Tehát itt a társulatok és a személyek találkozása, újabb barátságok kötése, hogy az együttlét itt a mai nap folyamán, ez százszor fontosabb bármilyen versenyelemnél. Versenynek hívjuk ezt a mai napot, de ettől függetlenül a leglényegesebb az, hogy említettem, ismerjük el, szeressük, elfogadjuk és tiszteljük egymást. Ismétlen, Rostás Eszmeralda egyes pálya. Tapsolok! Kettesen László Betti, hatalmas taps. Hármason Vas Ákos. Ez az első alkalommal kerül megrendezésre. A tavalyi évben megkeresett bennünket a Szentesvárosi Önkormányzat, hogy van egy oktató, úszás oktató a Póla Net személyében, aki szívesen vállalná, hogy fogyatékkal élő klubtagjainkat, ellátottainkat szívesen mentorálná és foglalkozna velük szakszerűen, és ez tavaly nyáron el is indult, és felmerült bennünk a gondolat, hogyha előre haladott a mentorálás, fejlesztés, akkor egy mini versenyt is szervezünk, és az idén júniusban szerveztük ezt, de ugye az mindenki által ismert okok miatt ezzel halasztódott augusztus végére, és most itt vagyunk, 46 jelenkező volt a térségbe, Pusztaszertől, Csongrától kezdve Derekegyház, Szentesi csapatok is vannak, 6-8-10 fővel, nagyon sok segítőnk van, tehát többek között ugye a munkatársaink is nagyon sokat segítettek, mind az előkészítésben, szervezésben, dekorációban, reprezentációs történetekben, adminisztrációban nagyon sokat kellett, illetve a Delfin Egészségmegőrző Sportegyesületnek a vezetője is, a tagjai is jelen vannak, ők a medencén belül fognak segíteni, és nagy köszönet Póla Net csapatának is, az önkormányzat is támogatólag van irányukban, nagyon fontosnak tartják a város fejlesztési szempontjából, hogy ez új lehetőségeket tud adni a sport ezen területének, tehát ebben mindenképpen látunk majd lehetőségeket a későbbi években, közép és hosszú
futávon is. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy a versenyt úgy kell értelmezni, hogy most részt vesz mindenki, és ez egy első olyan találkozás, amikor a programot követően meg fogjuk beszélni, hogy a legközelebbi alkalommal már, hogy miket változtassunk, mik a jó bevett gyakorlatok, és szeretném még megemlíteni egy fontos partnerünknek a nevét, ez a Hódmezővásárhelyi Diáksport Alapítvány, aki már évek óta támogatja a sportrendezvényeinket, és ezúton is itt körünkben köszönhetjük majd őket, és nagyon nagy megtiszteltetés a kollégáim ellátottak és a szervezők nevében, hogy az önkormányzató valamennyi meghívott vendégünk ígérte, hogy eljön erre a rendezvényre, és nagyon jó szurkolást és nagyon kellemes élményeket kívánunk a kedves ellátottaknak. Szeretnénk új tereket nyitni azzal kapcsolatban, hogy minél több településről érkezzenek majd, akár egészségesek, illetve akár valamilyen sérüléssel, akadályoztatással, vagy valamilyen funkciókieséssel élő embertársaink is, hiszen nekik elsősorban a sport és a kultúra az, ami megmozgatja őket, hogy tudnak teljesíteni, tudják magukat megvalósítani, és eredményeket tudnak elérni, és tulajdonképpen önmaguk lehetnek, és nincsenek teljesítménykényszerek különösebben. Ez nagyon-nagyon fontos az ő mentális állapotukból, ez egy nagyon jó közösségépítő, és tulajdonképpen személyiséget fejlesztő program is. Az idén szentesen 15. alkalommal szervezzük a fogyatékkal élők térségi találkozóját, és már a jelenlévő 8 csapat, ők rendszeresen szoktak járni hozzánk, tehát hazajárnak, és már nagyon várják, és ismerik egymást, és barátként üdvözlik egymást. Ez már természetes közöttünk, akár dolgozókkal is, segítőkkel, meg egymás között is. Úgyhogy ez egy nagyszerű élmény mindenkinek, és azt gondolom, hogy mi is sokat tanulhatunk tőlük barátságról, elfogadásról, és azt gondolom, hogy a mai időszakban ez kitüntetően fontos érték a számunkra. Én ugye a vízbe foglalkoztam a sportolókkal, és megbeszéltük, hogy miután szárazföldön már volt több rendezvényük, javasoltam, hogy legyen a vízbe is egy úgymond vízi sportnap, most ugyan vízipók úszóverseny néven fut, de itt mindenki aranyérmet fog ma kapni, reméljük mindenki örömmel megy haza, és tényleg ez a nap arról szól, hogy itt nyár van, süt a nap, víz van, és mindenki jól érezze magát, és boldog legyen. 6 éves koromban kezdtem el úszni, utána 14 éves koromig versenyszerűen, utána volt egy kis kihagyás, 10 évig vízilabdáztam, majd 2000-től kezdtem el a Pólyáné téri Éva csapatánál, a Szentesi Delfin SC-nél szenior úszáskodni, jelenleg is úszom. Igazán nekünk ez egy nagy csapat, tudjuk azt, hogy milyen a közösségben úszni, versenyezni. Éva felkérése, hogy van egy ilyen sportrendezvény, tudunk-e segíteni, örömmel jöttünk és segítünk. Nekem egy kicsit a szívem is, mert nekünk a családban van egy dankóros unokaöcsém, úgyhogy valamilyen szinten tudom, hogy milyen velük és mekkora szeretetet adnak ők nekünk. A csongrádi csapatnak vagyok a mentora. Valójában a végén lesz egy összértékelő eredmény, ki hogy szerepelt, ki min lehetne segíteni. Valójában szerintem itt egymás közt lesz ez a versenyzés, de a legjobb, hogy itt vannak jó levegőn, csapatként tudnak ők is egy kicsit kikapcsolódni. A Csavargó Szabadidő és a Tűzköves Hagyományőrző Egyesület szervezésében együtt tartották Szegváron a Szent István napi állami ünnepet, illetve az évek óta nagy sikernek örvendő Kalács Fesztivált. A programok a szegvári kendergyár területén zajlottak sok-sok érdeklődő részvételével. Kellemest a hasznossal, pontosabban Szent István napi ünnepséget a szegvári hagyományőrzők kulturális és Kalács Fesztivállal. Nem csak a szegváriakat várták a Csavargó Szabadidő Egyesület és a Tűzköves Hagyományőrzők közös rendezvényén a Kendergyárban augusztus 20-án. Itt a nyár végén egy nyárbúcsúztató családi napra hívtuk a szegvári lakosokat, vagy a környékbeli lakosokat. A Csavargó Szabadidő Egyesület és a Tűzköves Alapítvány rendezésében zajlik most ez a nap. És igen, a hagyományainkhoz hozzátartozik ugye a kalácssütés, ami Szegváron egyedi, illetve íjászkodni lehet, lovagolni lehet, a Szentesi Rendőrkapitányság rendelkezésünkre bocsájtott egy rendőrautót, egy kis kresszvetélkedő fog majd következni,
és aki nagyon elfáradt a napba, az megcsobbanhat a medencében. Szeretnénk még egy, így a nyár végén egy olyan lezárást adni ennek az egésznek, amiben Szegvárnak a hagyományait egy kicsit felelevenítjük. Ünnepi beszédet a csavargók elnöke, Csatordai Endre mondott, majd Vajda Gabriella köszöntötte a vendégeket. Andrássy Elemér plébános megszentelte az új kenyeret és a kalácsot, a vendégek tekintettel a járványhelyzetre csomagolt cipókat kóstolhattak. Fellépett a szegvári Dobbantó Néptánc Együttes, a szentesi Pengető Citere Zenekar és a szegvári óvónőkből álló Kerekerdő bábcsoport. Elmondom, hogy mi bánt engem, kézted az asztal, hogy egyet, gyere, nézd mélyen a szemembe. Erre a hagyományra tettük a hangsúlyt, hogy egy kicsit családok megpihenjenek, el tudjanak beszélgetni egymással, és találkozzanak a családok és a barátok ezen a helyszínen. Trianonról is meg fogtok emlékezni, milyen formában? Igen, 50 résztvevőt szeretnénk összegyűjteni, 100 kéz, temperát fogunk a kezünkre festeni, és egy nagy vászonlepedőre fogjuk rá nyomni ennek a 100 éves évfordulónak a tiszteletére. Az idő től féltünk, a tömegtől nem féltünk, hiszen van hely is, és nagyon szépen köszönöm azt a nagy összefogást, ami a múlt hetekben történt, hogy ilyen szépé tudtuk ezt a helyet varázsolni. A szentesi rendőrkapitányság közlekedésbiztonsági bemutatóval, Kormányos Sándor porondmester pedig népi játékokkal készült. Persze volt ingyenesen használható ugrálóvár, medence, íjászat, lovaglás és papírfonás. De milyen is volt közelebb? Ezzel aktuális rovatunk véget ért, most folytatódik műsorunk közéleti hírekkel. Maradjanak velünk! A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Lendületbe hozzuk a nyarat. Akció kicsiknek és nagyoknak. Multifokális lencsék 30% kedvezménnyel, vagy ajándékkerettel, gyermekszemüvegek ajándéklencsével. Fényre sötétedő és kékfényszűrős lencsék akciója, napszemüvegvásár. Az akció időtartama július 1-től augusztus 31-ig tart. Domján Optika. Szentes, Kossuth tér 4 szám. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. A világjárvány idején Magyarország sikeresen nézett szembe a kihívással. Most készen állunk rá, hogy újraindítsuk a gazdaságot, azért, hogy minden család visszatérhessen a megszokott életmódjához. Segítsen nekünk biztonságosan újraindítani Magyarországot. Töltse ki a koronavírusról szóló nemzeti konzultációt még ma. A te országod, a te hangod. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Közéleti Mozaik magazinunkat látják a tartalomból.
felsőoktatási gyakorlati helynek adhat otthont Szentes. Lőrinc Márton olimpiai bajnok leszármazottjai jártak városunkban. Iskolai támogatási lehetőségek az önkormányzatnál. Aktuális témában beszélgetünk stúdiónkban Szarka Attila megyei képviselővel. Szabó Zoltán Ferenc Szentes város polgármestere, Gémes László a Csongrád Csanád megyei önkormányzat elnöke, valamint dr. Lantos Ferenc és Bocskai István az elmúlt napokban Gödöllőn tettek látogatást a Szent István Egyetemen, ahol dr. Gyurica Csaba rektorúra egyeztettek, mégpedig abban a témában, hogy Szentes gyakorlati helyet adhat az egyetemi képzésnek. A város polgármesterét arról kérdeztük, hogy Szentes rendelkezik-e a megvalósításhoz szükséges indikátorokkal. Szentesváros polgármestere Csongrád Csanád megye közgyűlésének elnökével Gödöllőn tett látogatást, hiszen Szentesnek már korábbi terve és álma, hogy felsőoktatás valamilyen szinten megvalósuljon. Szabó Zoltán Ferenc polgármester urat köszöntöm, mik történtek a Szent István Egyetemen. Tisztelettel köszöntöm a Szentes televízió nézőit. Évekkel visszamenőleg ugye városunk mindig is tervezte azt, hogy lehetőséget biztosítson akár az itteni fiataloknak, akár városunkba érkező fiataloknak, akik mondjuk középiskolás szinten tanulnak a városunkban, valamilyen lehetőséget kínáljon föl arra, hogy felsőoktatás keretén belül tanulmányokat végezhessen itt ebben a városban. Elmúlt ősszel a választások után egy kicsit talán még erőteljesebben ráfeküdtünk erre a témára, mert amit én a választási kampányban is érzékeltem, egy elvárás lenne most már az, hogy ha tudunk, teremtsünk lehetőséget annak, hogy felsőoktatási képzés a városunkban meghonosodjon. Nehéz ügyünk van természetesen. Országos szinten inkább egy centralizált törekvés van arra, látjuk most akár egyetemek összevonásával, egyéb intézmények megszűnésével kapcsolatban is, akár itt a szomszédos megyében is, hogy nem kifejezetten az az irány most, hogy felsőoktatási intézményeket, karokat, gyakorlati helyszíneket az országban több helyen még bővítsenek, hanem inkább egy központosított törekvés van. Ettől függetlenül Szentes városának talán most jött el az a lehetősége, egy kicsit úgy éreztem Gödöllőn is, hogy a csillagok most úgy állnak, hogy lehetőségünk van arra egyrészt megmentenünk a kutatónak a területét. Ugye ott van egy 10 hektárnyi állami tulajdonú föld, van ott egy akkreditált laboratórium, Frank László úr vezetésével, ami tudomásom szerint az egyetlen magyar kézben lévő laboratórium is, egy nagyon jól működő laboratóriumról beszélünk, de van ott egy olyan terület, aminek egyrészt Szalva professzor után egy nagyon komoly múltja van, egy nagyon komoly jelenét és jövőjét főleg kellene megteremtenünk. Na most itt Gödöllőn, ugye Gémes László Csongrád Csanád megyék közgyűlési elnökével, illetve professzor dr. Lantos Ferenc segítségével, Bocskai István úr segítségével időpontot kaptunk professzor dr. Gyurica Csaba megbízott rektor úrhoz és professzor dr. Helyes Lajos rektorhelyettes úrhoz, hogy egy következő már-már, nem azt mondom, hogy végstádiumú egyeztetésben vegyünk részt, de ugye Szentesen többször volt már a helyszínen is megbeszélés arról, hogy hogyan tudnánk a Szent István Egyetem Köldökzsinórján egy olyan gyakorlati helyszínen, ami duális képzéshez megfelelően lenne, és hogy ebből jutottunk el most már egy gödöllői megbeszéléshez, ugye azt még érdemes tudni, hogy az egyetem komplexum, amit most már egy ilyen giga egyetemnek apostrofálunk, ami még egy átalakuláson fog majd jövő január 1-én átesni, de a professzor dr. Gyurica Csaba megbízott rektor úr ugye augusztus 1-től van hivatalban. Őről annyit azért érdemes tudni, és ezt természetesen mi is tudtuk, illetve ugye személyes kapcsolatok is vannak itt, amik segítségünkre lehetnek ennek a folyamatnak a kialakulásában, hogy ő itt végzett a Bartában Szentesen, és ezért természetesen tanulmányi és egyéb személyes emlékek is fűzik városunkhoz. Ezzel a lökettel és indítatással indultunk el Gödöllőn, ahol átbeszéltük azt, és én most úgy éreztem, hogy mind a város
segítséggel, támogatás és elfogadása, ez részünkről, hogy egyértelmű. Én a Csongrád-Csanád megyei közgyűlés vezetése és a közgyűlés tekintetében is abszolút pozitív eltökéltséget látok abból a szempontból, hogy Szentesen sikerüljön ezt meghonosítani, illetve maga a Szent István Egyetem vezetése részéről is elhangzott, hogy ők szakmailag ezt mindenképpen támogatnák, és a megfelelő ide tartozó minisztériumhoz ezt majd fel is terjesztenék. Tehát ideig jutottunk, lehetőségről van szó, nem arról beszélünk, hogy 2020. szeptemberében itt elindul ez, de úgy gondolom egyrészt, hogy egy 2 éven belül reális elképzelés tud ez lenni, és ami a legkézenfekvőbb, hogy talán ennél jobb, akár kutatásokra, vagy tanulmányelvégzésre lévő gyakorlati helyet, mint Szentes, én nem is látok. Mit értek ez alatt? Pontosan azt értem, hogy akár itt egy pici ökokertészettől az abszolút csúcs technológiával dolgozó Árpád Agrár Zrt-ig, itt minden van. Így is ugye az Árpád Agrár Zrt-nek vannak ilyen jellegű kapcsolatai, én úgy gondolom, hogy ők is partnerek lesznek ebbe mindenképpen. Odáig jutottunk el, hogy a kutató területén elképzelés szerint, amihez a város majd most a tervezéssel hozzájárul, és reményeink szerint a top 2 forrásból a megye erre forrást is biztosít, olyan apartman komplexumot tudnánk létrehozni, ahol 20-30-40 diákot el tudnánk szállásolni. Ez úgy gondolom, hogy egy komoly kiugrópont is lenne lehetősége a városnak, és egy helyen tudnánk egyrészt megteremteni, hogy egy végtelen jó, kellemes környezetben tudjanak élni, lakni a diákok, amíg itt tartózkodnak nálunk, illetve maga a környék, akár a laboratórium, akár az ott lévő területek kihasználásával helyben is tudnának kutatni, gyakorolni, tanulni, és a városban pedig a többi helyet is úgy látogatnák, ami a tanulmányaikat elősegítené. Tehát egyrészt a város, nyilván az egyetem, mint kapcsolat. Szükség van ehhez, akár ön említette már az Árpád Agrár Zrt-t, kertészeti szakmacsoport belüli foglalkoztatóra, tehát ez egy hármas partnerség lehet? Abszolút szükség van azokra a szakcégekre, és itt például akár a Dunár Kft-t és a Ruska József urat is meg tudnám említeni, akik ugye eleve nemesítéssel foglalkoznak, és nagyon sok minden másról, ami hála Jóisten, hogy ő is itt települt le városunkban, az ipari parkban. Tehát mindenképpen a szakmára alapvetően szükségünk van. Szükségünk van a Barta iskolára is, ami ugye tudomásom szerint most majd azért ugye szakképzési centrummá átalakulva, én a információból úgy hallottam, hogy azért ott komoly változások lesznek, tehát az Agrárminisztérium ezt az iskolát szeretné komolyabban fölfejleszteni, anyagi forrásokkal elősegíteni, és ugye eljutunk oda, hogy ráadásul ezen a megbeszélésen ugye a határon túli magyar gyermekek, fiatal felnőttek lehetősége is itt tudna összpontosulni, hogy akár mint a Temesvár környéke, Vajdaság, ugye Erdély, Budapest, Szentes és a ide tartozó, vagy a körülöttünk tartozó települések. Tehát, hogy tényleg van ebbe potenciál, hogy ezt meg tudjuk valósítani, de a szakmára első számú szinten kapcsolatunk van. Én úgy gondolom, hogy talán nem is csak hármas megállapodás, hanem teljes mértékben a palettát ugye kiszolgálva nagyon sok cég és a Szentesvárosa az egyetem összefogása kell ahhoz, hogy ez ténylegesen tartósan meg tudjon maradni, mert természetesen nem arra gondoltunk, erről is szó volt a megbeszélésen, ugye mondjuk Szarvas és Hódmezővásárhely mellett ugye mi mit szeretnénk, tehát egy nem önálló intézményben gondolkodunk, mert ennek így realitása nincsen, de az, hogy a Szent István Egyetem Köldök zsinórján, mint egy szakmai hátteret biztosító város, erre viszont teljesen alkalmasak vagyunk, és ez tudna ténylegesen egy tartós lehetőséget biztosítani, amivel ugye mit érnénk el, mi a város legfőbb gondolata meg szempontja ebből, hogy egyrészt még több fiatalt szeretnénk a városban látni, szeretnénk, ha a fiatalok közül sokan le is telepednének ebben a városban, itt találnák meg a lehetőséget arra, hogy az életet folytassák, illetve ugye mindenképpen arra gondolunk, hogy
ha tudunk biztosítani egy 14 éves, mondjuk a 8 osztályt elvégző fiatal gyermeknek egy olyan lehetőséget, hogy itt a városban el tudsz végezni egy középiskolát, illetve a felsőoktatásban is részt tudsz venni ugyanezen a helyen, akkor az már úgy gondolom, hogy egy elég komplex ajánlat, vagy egy lehetőség az ő életében is. Lőrinc Márton olimpiai bajnok leszármazottai látogattak Szentesre. Schlepp Antónia nagymamájának volt testvére, a híres sportoló. Fiával koszorút helyeztek el, és gyertyát gyújtottak az olimpiai töldnél. Antónia nagymamája rózsafűzérjét hagyta emlékül, hogy a testvérek így módon is együtt lehessenek Szentesen. Nem volt könnyű élete a korondi születésű Lőrinc Márton birkózónak, a berlini olimpia győztes bajnokának. 1930-ban lépte át a román-magyar határt, Budapestre telepedett. A háború később Argentínába sodorta, itt a honvággyal küzdött naponta. 21 éves volt és 1934-et írtak, amikor Stockholmban az első nemzetközi szereplés alkalmával szabadfogású Európa-bajnok lett a korondi Lőrinc Márton, akinek a kiutazása is bizonytalan volt az utolsó pillanatig az anyagiak miatt. Ment, látott és győzött. Minden alkalommal a családban, amikor elhangzott az ő neve, akkor nagy szeretettel beszéltünk róla, mivel személyesen sosem találkoztunk, ezért így szájról szájra terjedt a dolog. Jó ideig nem is volt ez annyira felkapott, ez nem egy szép szó, tehát nem igazán kapott ez akkora média támogatottságot, de egy 10 évvel ezelőtt mégis tudomásunkra jutott, hogy valami kezdődik, egy elfelejtett bajnok emlékét újra kutatják, és akkor a családunkat megkeresték, de még akkor a nagymamám élt, aki az ő testvére volt, és ő vele tartották a kapcsolatot, aztán sajnos a nagymamám is elment, és mi most láttuk, a fiam találta fönt a YouTube-on a videót, amit megküldött, hogy láttam én ezt a híradást, és rögtön megszólított a történet, az az igazság, és az volt az első gondolatunk, hogy nekünk el kell jönni. Úgyhogy itt és most, igen, és nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik ebben részt vettek, akik őrzik, és akik emlékeznek rá. Szentesre legendás sportása dr. Papp László hívta meg, ahol felkészült az 1936-os berlini ötkarikás játékokra, ahol kötött fogásban, légsúlyban aranyérmet szerzett. Az olimpia után Lőrinc Márton pár héttel visszatért Szentesre, ahol bemutatót tartott. Berlin hősét nagy tömeg fogadta a bíróság épülete előtt. A szintén olimpikon zsombori ödönnel később a sportcsarnokban bemutatót tartottak. Mivel szülővárosába nem térhetett vissza, látogatása során kijelentette, annyira megtetszett neki Szentes és a szentesi nép, hogy örömmel vallja magát ezentúl szentesinek, Szentes fogadott fiának, és viszonzásképpen a berlini olimpián kapott tölgyfacsemetét felajánlja új szülőföldjének, Szentes városának. Argentinában, Bariloche városában élt ő, azért, tehát a végső állomás azért lett az, mert ott voltak hegyek, olyan erdők, olyan tájak. Nem tudom egyébként, én csak annyit olvastam a híradásból, hogy Szentesváros önként, vagy nem is tudom, tehát felajánlotta neki, hogy fogadja a szívére, amit ő elfogadott. És így adta ezt a fát, ami neki a mindent jelentette.
Lőrinc Márton testvérének unokája meghatódva idézte fel emlékeit. Nagymamája Rózsa Füzére már az emlékművet őrzi, s vele együtt figyelz az egykori olimpikon múltjára. Az az én édes nagymamámé volt, Lőrinc Máriai, és nagyon vallásos néni volt, nagyon sokat imádkozott a testvérért is, és úgy gondoltam, hogy legyen belőle itt vele. Mit mesélt az ön nagymamája, milyen volt a gyerekkoruk, mi az, amit átadott Lőrinc Mártonról? Hát csupa szép dolgot. Én gyerekkoromban nagyon szerettem hallgatni a nagymamám meséit, ami ugye nem mese volt, hiszen ilyen történelmi dolgokat éltek, háborúkat éltek át. És kértem és őt is, az anyukámat is, hogy írják le, mert én olyan apró gyerek voltam, hogy 5 évesen nem tudtam úgy fejben tartani ezeket a dolgokat. Sajnos kicsit későn is ébredtünk rá a dologra. Ő mindig az a szeretet, sosem látott, nem is tudom igazán, a nagybácsi, nem nagybácsi, hiszen a nagymamám testvére volt. Szóval mindig egy ilyen távoli, megfoghatatlan rokon volt, akire borzasztóan büszke volt a család, de ezzel soha senki nem hivalkodott, hiszen az ő eredménye volt, és nem a miénk. Egy olyan igazi kis csibész gyerek volt ő gyerekkorában, úgyhogy elég sok fejtörést okozott a mamának, mármint az ő anyukájának, és amikor az édesapjuk meghalt a háborúba, és ugye a mama egyedül maradt 3 kisgyerekkel, úgyhogy 8 év után aztán újra párt talált magának, és ő, mint fiatal kis kamasz, a nagy ellentmondásaival nem volt maradása otthon, és ezért indult neki a nagyvilágnak, és került ide, és aztán sportoló lett, hiszen a kapaszkodásnak egy lehetősége az, hogy valaki sportolt, abban az időben talán nagyobb keletje is volt a dolognak. Tudom, hogy sokat segítették az itteni székelyek, akik már előtte áttelepültek, tehát egy olyan összetartó közösségbe került, ahol jól érezte magát, vagy legalábbis remélem, hogy jól érezte magát, és a sport eredményei pedig az ő kitartásának, tehát pont azért, mert olyan gyerek volt, amilyen lett belőle egy makacs, egy nem is tudom, elpusztíthatatlan szerintem. És amint azokból a bizonyos híradásokból is olvastam, hogy az az utolsó meccs, amin végül is olimpiai bajnok lett, az pont azt bizonyítja, hogy bármi áron, minden áron, de győzni akart. És talán ez a fa is, igen, bármi áron élni akar. Aztán igen, mikor megtalálta a végső állomást, ahol Dél-Amerikába elhunyt, kérdezték, hogy miért pont oda, és azt tudom, határozottan azt mondta, hogy mert emlékezteti a szülő hazájára. Kassák Lajos szerint soha semmi nem múlik el egészen. Nem igazán, hogy az idő, ahogyan mondani szokták, eljár felettünk, és egy bekötött szájú zsákban magával viszi a tegnap és a tegnap előtt történeteit, illatát, színeit és formáit. Az, ami egyszer megtörtént velünk, az soha többé nem válhat meg nem történté, amíg élünk, megőrizzük magunkban a benyomásait. Úgyhogy sajnos nem volt alkalmunk találkozni, nagyon korán meghalt, de a nagymamám az mindig is őrizte, tehát otthon egy nem létező sírhelyet bérelt, és ő oda járt lélekben. Az ön nagymamája emléke előtt is tiszteleg, amikor itt Szentesen van? Mindenképp. Ezzel tartoztam neki. Azt hiszem, igen. Visszajön nekem még a városba? Szinte biztos. Biztos, most már nem fogom elengedni ezt a történetet, sőt, azt hiszem, elmegyünk Korondra is. Szentesváros önkormányzata az iskola kezdéssel kapcsolatos anyagi terhek csökkentése érdekében többféle támogatást is nyújt a családoknak. Az iskola kezdéshez kötődő támogatásokat még a jövő héten lehet kérni, hiszen azt követően már ténylegesen beindul a tanév.
A szeptember, itt az önkormányzatnál is vannak olyan lehetőségek, amelyek segítik a tanévkezdést. Idén milyen lehetőségek állnak az arra rászorulók részére? Én is köszöntöm a televízió nézőit, mint minden évben idén is, ugye a szeptember, augusztus vége már a beiskolázásról szól itt az irodán. Több lehetőségük van a kisgyermekes családoknak és a nagyobb gyermeket nevelő családoknak is. Lehetőségük van napközi támogatást kérni. Itt az irodán tudják ezt a formanyomtatványt benyújtani, de az iskola kezdés első hetében már az iskolák gyermek és ifjúság nevelői ezt a nyomtatványt eljuttatják a szülőkhöz, és a szülők ezzel a nyomtatványnal tudnak ide az irodára bejönni és a támogatást igénybe venni. Vannak, akik későn jelzik, van ennek határideje? Igen, van határideje, szeptember 20 általában a benyújtási határidő, de hogyha a szülő véletlenül kicsúszik ebből a határidőből, akkor sincs probléma, hanem akkor a következő hónap első napjától indul a jogosultság. Milyen jellegű kéréssel, segítséggel szokták még az irodát keresni ilyenkor? Nagyon sokan jönnek rendkívüli települési támogatást igényelni, ugye, ami az önkormányzat feladata, a kiskorú támogatás, ugyanúgy a felnőttek is. Leginkább ilyenkor a beiskolázás, majd ugye szeptember, október hónapban pedig a tüzelő támogatás az, ami előtérbe kerül. De emellett ruhaneműre, élelmiszerre, vagy bármiféle más olyan kiadásra, ami megterheli a családokat, igénybe tudják ezt a támogatást venni. A felső oktatást is segítik a szentesi felső oktatásban tanulókat. Idén hogyan, milyen módon? Igen, idén is már megjelent a pályázati felhívás. Az első diplomát szerző fiatalokat segíti az önkormányzat. Az első alapdiplomásokat, akik nappali tagozaton tanulnak. Benyújtási határidő szeptember 30-a, ami jogvesztő határidő, és itt az irodán is tudnak érdeklődni, nyomtatványt is tudnak kérni. Tehát ezt ki kell tölteni diáknak vagy szülőnek? Mindenféleképpen az igénylő, tehát a tanuló diák az, akinek a nevére a nyomtatványt ki kell tölteni, és abban az esetben, hogyha a családban nevelkedik, akkor a család nettó jövedelem igazolása szükséges hozzá. Összeghatárt kell megjelölni, vagy ez irodai önkormányzati döntés alapján kerül meghatározásra? Van meghatározva a benyújtáshoz szükséges értékhatár, de tehát mindegyik kérelem egyedi. Tehát több dolgot figyelembe veszünk, hogy kollégista-e az igénylő fiatal, egyedül neveli-e a szülő, mennyi az egyfőre eső jövedelem, milyen a jövedelem összetétele. Tehát ez mind-mind egyedi elbírálás. Leginkább iskoláról beszélgettünk, de indul az óvoda, illetve a bölcsőde, azt sem szabad elfelejteni. Szoktak-e különféle igénnyel, segítséggel érdeklődő ügyfelek lenni? Leginkább a bölcsődére való tekintettel szoktak más településekről érdeklődni, hogy a szülő itt dolgozik a városban, hogy lehetőség van-e a gyermeket itt elhelyezni. A helyi gyermekek elhelyezése is sok esetben problémás, mivel már várólista van a bölcsödében. Mindemellett a rendszeres gyermekvédelmi támogatás és lehetőség, segítség a családoknak milyen módon? Igen, ez törvényi előírás, nem helyi hatáskör, tehát hogyha ebbe a támogatási formába a családok nem férnek bele, akkor lehetőségük van napközi támogatást kérni, és itt tehát a kiskorú gyermekeknél elsősorban az étkezési térítési díj kifizetését jelenti, de hogyha már betöltötte a 18. életévét a fiatal, akkor már kollégiumi térítési díjat is, illetve ugyanúgy az étkeztetést is tudja fedezni. Ez a támogatási forma. Sok módját említettük a segítségnyújtásnak. Mennyire ismerik ezt a családok, a szülők, mennyire élnek vele? Én úgy gondolom, hogy az iskolákban, illetve az oktatási intézményekben is megfelelő tájékoztatást kapnak erről, tehát hogy itt a helyi önkormányzatnál milyen formában tudják ezeket igénybe venni, de hogyha bejönnek az ügyfelek, hétfő és csütörtöki napokon mindig ügyfélfogadás van az irodán, tehát minden kolléga elmondja, hogy ezeknek a támogatásoknak mik a feltételei, és segítünk az ügyfeleknek. Megyei hírekkel, aktualitásokkal folytatjuk. Március 13-a óta tölti be megyei képviselő posztját Szarka Attila. Képviselő úr, köszöntöm a stúdiónkban.
Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Talán az elmúlt időszakban, ami sokaknak feltűnt, vagy kézzelfogható, hogy igen, intenzív a megye kommunikációja, nem csak a pandémia kapcsán, hanem a különböző képviseleti lehetőségek, illetve majd az elkövetkezendő időszak ügyeinek kapcsán is. Ön hogy látja? Ez így van. Elnök úr rendkívül intenzíven kommunikálja a megyei történéseket, és azt gondolom, hogy ez így helyes, ez így van jól, hiszen mint megyei önkormányzat gyakorlatilag minden településhez van egy kicsit közünk, hogyha mondhatom így, és mindenkinek próbálunk segíteni, bármilyen problémája van, bármilyen segítséget kér, és ez együtt jár ezzel, azt gondolom, hogy el kell menni, ott kell lenni, és mindenkinek segíteni kell, hiszen a megyei önkormányzatnak azt gondolom, hogy ez az elsődleges feladat ebben az új felállásban, amellett ugye, hogy koordinálja ezeket a topos pályázatokat, emellett minden egyéb olyan dolgot, amiben kell segíteni az önkormányzatokat, hiszen ez a feladatunk. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottságban foglal helyt, bár az elmúlt időszak a munka átszervezéséről kellett sajnos, hogy szóljon. Jelenleg milyen aktualitások vannak a bizottságban, illetve szeptembertől újra kezdődik? Igen, szeptembertől kezdődik újra az élet, hogyha mondhatjuk így, akkor kerülünk vissza a régi kerékvágásba. És hát ebben az időszakban olyan sok feladata nem volt a pénzügyi bizottságnak, hiszen ugye március 15-től kezdve gyakorlatilag megszűnt a idézővel az élet a megyén is, hiszen onnantól kezdve közgyűlés nem ülésezett. Azóta egy ülést tartottunk, ahogy az árszámadásnak volt a megtárgyalása, a megszavazása, és ezt már nem elnöki hatáskörben fogadta el a elnök úr, hanem akkor itt már működött úgymond a közgyűlés. És hát majd most kezdődik igazán a munka. Ugye itt majd fogjuk tárgyalni elsősorban az új 2027-es uniós pályázati forrásokon belül is ugye ezeket a topos pályázati forrásokat. Ezeknek az alakítása folyik jelenleg, hogy ezek még inkább alkalmasak legyen arra, hogy a települések könnyedén tudjanak pályázni, és szerintem ezt itt fontos hangsúlyozni, hogy minél könnyebben tudjanak egy-egy pályázatot megvalósítani, és ne vesszenek el a bürokrácia útvesztőjében. Hogyha megnézzük az elmúlt éveket, és akár településvezetőként is rálátott erre, mire van szüksége, és hogyan tudja ezt kompenzálni a toppos rendszer a kisebb településeknek, ugye nagyobb településeknek, hiszen a turisztikáról beszélünk, akkor az előző ciklusban azért Szentes a szecessziós ház, illetve a Petőfi kapcsán azért vitte ezeket nagyban, ezeket a forrásokat. Hát igen, ugye ebbe az előző topos ciklusban ugye sok településnek volt ez azért bánata, hogy ennek a forrásnak a közel 70%-át Szentesváros elvitte, de hát ugye most bízunk benne, hogy ez a leosztás ez mindenféleképpen másképp lesz, meg valószínű, hogy másképp is lesz, és kisebb települések is fognak tudni turisztikában pályázni, bár itt ugye az elsődleges cél az, hogy ne egy-egy település pályázzon, hanem összefogva több település, tehát egy-egy ilyen közös turisztikai attrakciót létrehozva, hiszen a turizmusban itt a mi vidékünkön talán ez inkább életképesebb, hogyha összefognak és többen közösen csinálnak turisztikai fejlesztéseket. Ez opció lett a kisebb települések számára is? Én azt gondolom, hogy a kisebb településeknek csak ez lehet opció. Tehát, hogyha most például azt mondjuk, hogy Árpádhalom, hogy a példánál maradjunk, akkor Árpádhalom esetében például önmagában egy ekkora falu nem tud olyan turisztikai attrakciót felvonultatni, amivel turistákat tud ide vonzani. De hogyha összefog mondjuk a járásnak az összes települése, beleértve ebbe Szentest is, akkor már fog tudni olyan turisztikai látványosságokat, attrakciókat megmutatni, amivel ide tudja hívni a turistákat, ami már akár egy hetet is ki tud tölteni, és akkor ennek már van értelme. A megyei kommunikációban elhangzott a közös márka, brand, kommunikáció kiépítése, és turizmusnál vagyunk még, és maradunk.
Mégis van-e a települések között versenyhelyzet? Fel tud-e ez állni egy egységes arculatban? Én azt gondolom, hogy azt nem mondhatjuk, hogy nincs versenyhelyzet, mert azért van, de meg kell is, hogy legyen versenyhelyzet, mert ugye mindenki talán a sajátját szeretné jobban megmutatni, hát ez teljesen természetes is, de ebben kell egy egészséges kompromisszumra jutni, hiszen csak az egységes tervek, az egységes megjelenés fog eredményt hozni, tehát itt mindenféleképpen a településeknek kompromisszumra kell ebben jutni, egymás között is, a megyével is, mert csak ez tud előre vinni, ennek van előre mutató hatása. Az új toppos forrás mire ad majd lehetőséget, milyen fejlesztési területeket célozhatnak meg a települések? Nagyon változatos, gyakorlatilag itt első körben 36 projektirány volt megnevezve, első körben ebből válogathattak a települések, ebből válogattak, és majd aztán ebből fokozatosan fog ez letisztulni, hogy mi az, ami felé a legnagyobb érdeklődés van, és majd így fogja a megye kialakítani azt, hogy milyen projektekre lehet majd pályázni. Tehát úgymond egy kicsit ilyen alulról épülőre inkább, és nem egy fölülről megmondott, hogy na most ez van, és akkor erre lehet pályázni, hanem hogy ki mire szeretne pályázni. Azt gondolom, bár ugye itt is azért valamilyen irányokat azért megszabtak benne, de ez azt gondolom egy kicsit egészségesebb. Hogy látja az alapszolgáltatásokat a települések életében, akár itt gondolok az egészségügyre, szociális, illetve nyilván az oktatási szinteket, ezek rendben vannak, vagy ezeket fejleszteni szükséges? Én azt gondoltam, hogy abban azért elég jó eredményeket értek el a települések az elmúlt időszakban is, de ebben az új ciklusban, tehát még mindig fokozott az érdeklődés ezek iránt, tehát még mindig hiányoznak bölcsödék, még mindig hiányoznak óvodafelújítások, a szociális területnek a fejlesztései, és ez nem is baj, mert tehát akkor legyen az tökéletes, és akkor a lakosságot el tudja látni minden település azon a szinten, ahogy szeretné, és ez legyen ez minél magasabb szint, ugye különösen fontos ez a falvaknál, azt gondolom. Nyilván, mint megyei képviselő, megkerülhetetlen ez a kérdés, hogyha oktatásra gondolunk, Árpádhalma és az iskola kérdése, hiszen a közösségi oldalon olvasható volt az is, hogy bezárásra kerül ez az intézmény. Mi ennek az oka? Igen, én is megdöbbentve olvastam ezt, hogy gyakorlatilag az általános iskola bezárásra kerül, bár most még talán csak ideiglenesen, de én azt gondolom, hogy nem sok illúziója van annak, hogy talán ez végleges lesz, bár ne legyen így, de ritkán láttam olyat, hogy amit egyszer bezártak, azt újra lehetett volna nyitni. Nem tudom, azt gondolom, hogy én 10 éven keresztül küzdöttem azért, hogy ez az iskola fönnmaradjon. Hasonló problémákat is megéltünk, mint amik most voltak, de egy dolgot tudomásul kell venni. Az iskola az mindig a falunak a legfontosabb, és most hiába van egy tankerület, aki fenntartja meg a szakmai oldalát, támogatja és megcsinálja tökéletesen, az nem elég, mert a falunak sokkal fontosabb az iskola, mint magának a tankerületnek. Tehát ez óhatatlan. Ezt a példát akarok mondani, akkor erre azt tudom mondani, hogy nekünk is a saját gyerekünk az sokkal fontosabb, mint a szomszédé. Tehát arra is rászólunk esetleg, hogy ne rosszalkodjon, de azért a legfontosabb nekünk a saját gyerekünk, és egy falunak az iskola az a saját gyereke. Én azt gondolom, hogy ha nincs iskola, akkor ott nem lehet jövőképet építeni, hiszen mire? Tehát, hogy ha legalább az alsó tagozat megvan, akkor legalább azt tartsuk meg, mert ez adja a gyökereket. Tehát, és ha nincsenek gyökerek, akkor onnantól kezdve elmennek a fiatalok, nincs, ami ott tartsa őket, és akkor vége a településnek, és akkor csak lefele van, és lefele van. Úgyhogy ez aztán magával fogja hozni az óvodától kezdve mindent. Tehát ez óhatatlan. Ez hány gyermeket, családot érint? Hát azt mondja, hogy hát egy összességében egy 8-10 családot érinthetne, de sajnos az idei évben már nem tudom az okát, nem is kerestem,
nagyon sok gyereket már az óvodából nem is írattak ide a helyi iskolába, amit nagyon nem tudok megérteni, mert ugye én azt gondolom, hogy egy elsőosztályos gyereknek, aki nem föltétlen az a legjobb megoldás, hogy reggel 5:30-kor fölébresztem, és 6:30-kor fölteszem a buszra, igaz, hogy iskolabusz, ami elviszi a szomszéd falu iskolájába, nem biztos, hogy ez a legjobb, és akkor délután 4 órakor meg hazaesik, nem föltétlen. Azt gondolom, hogy jelenleg a mai magyar oktatásban az alsó tagozatoknak az alsós oktatásban nincsenek akkora különbségek, hogy föltétlen másik iskolába kelljen átvinni a gyermekeket, mert helyben is meg tudják kapni azt az oktatási színvonalat teljes mértékben. Sőt, azt gondolom, hogy nagyon sok esetben jóval többet is ennél, mivel ugye kisebb osztálylétszámok, egy-egy tanulóra sokkal-sokkal több idő jut, és azért ez nagyon sokszor meg is látszódott. És tehát nem lehet azt mondani, hogy azért kisiskola, akkor innen nem kerülnek ki gyerekek, hiszen csak épp itt az egyik kommentet olvasva is, hogy volt olyan évfolyam, ahol 16-an voltak egy osztályban, és a 16-ból 9 diplomás lett. Az azt gondolom, hogy jó eredmény, és tehát nem ez, ami ezt befolyásolja. És mondom, én attól tartok, hogy így elvesztik a gyerekek a gyökerüket, és akkor innen csak még rosszabb lesz a településnek. Azt mondja, ideiglenes talán a bezárás, összefogásban lehetne ez ellen tenni? Biztosan lehetne, mert ugye még elvileg jövőre is lesz 6 ballagó óvodás, tehát 6 elsős jelölt, tehát azt gondolom, hogy biztosan lehetne, csak ezt föl kell vállalni, és tehát itt nem jön senki helybe elintézni semmit. Tehát ezt vagy fölvállalja az ember, és csinálja, és akkor lesz belőle valami, és megy utána, de ez nagyon-nagyon sok munkával jár, és egy kis településen ez fokozottan sokkal több munka, egy polgármesternek sokkal-sokkal több feladata, sokkal több munkája van, mint egy nagyobb településen. És a polgármester és a megyei képviselő dolgozik ezen? Hát mondhatjuk azt, hogy dolgozhatnánk is. Egyelőre ez a kapcsolat közöttünk elég feszült, de hát majd én bízom benne, hogy ez enyhülni fog. Én már több gesztust is tettem ez irányba, még visszafele nem kaptam belőle semmit, hát azért bízunk benne, hogy előbb-utóbb ez is megenyhülhet. Én ennek ellenére, tehát nekem Árpád-halom fontos, meg mindig is Árpád-halom volt fontos, tehát én nagyon szívesen tennék most is meg a településért, ha van rá igény, de hát ha nincs rá igény, akkor természetesen ez úgy sokkal nehezebb. Kis kitérő után folytatva, megyei kérdésekkel és a települések alap- vagy szükségállapotáról beszélgettünk. Ön hogy látja a következő toppos kiírások, pályázat kapcsán? A települések milyen irányba szeretnének fejleszteni? Ugye itt az alapellátásokat beszéltük, de hogyha azt mondjuk, hogy turizmus, vagy ha azt mondjuk, hogy infrastruktúra, ez az, ami talán mérvadó lehet? Hát alapvetően legfontosabb fejlesztési irány az infrastruktúra fejlesztés. Ezen belül is a településeknek a belső közút hálózatának a megújítása. Ez egy régi nagy igény volt, és most egyértelműen látszik, hogy ez az igény csak fokozódik. Ugye itt a Magyar Falu Programban valamilyen szinten lehetett ezekre pályázni, de ez azért annyira jelentős nem volt, annyira sokat nem tudtak fejleszteni, esetleg egy-egy utcát, fél utcát tudtak belőle megoldani a települések. Hát itt azért bízunk benne, hogy itt most erre nagyon sokkal nagyobb forrás lesz, és akkor itt az elkövetkező 7 éves ciklusban majd itt azért egész jó eredményeket fogunk tudni elérni a településekkel közösen, mert ez egy tényleg sarkalatos pontja a településeknek. Arról van-e már pontosabb információ, hogy mekkora összeg kerül majd kiosztásra? Nincs még erről pontos információ, ezek még nem dőltek el, hogy pontosan mennyi lesz az összeg, úgyhogy még ezt várjuk. Ugye annál is inkább, mert ugye most már nem csak a
megyei, tehát a kis települések topos forrásait fogja koordinálni a megye, hanem most már a két megyei jogú városnak a forrásait. Tehát ugye azért itt ez nem mindegy lesz, hogy majd mennyi pénzből kell majd gazdálkodni. Lesz harc a megyei jogú városok között, hogy látja? Hát mondhatnám azt, hogy nem, de biztosan lesz. Tehát, hogyha őszintén vagyok, én azt gondolom, hogy biztosan lesz. Hát ott is meg kell hozni a kompromisszumot. Tehát ugye itt gyakorlatilag sok olyan forrás lesz a megyei jogú városoknak, amelyeket úgy kell nekik elkölteni, hogy a vonzás körzetük is kapjon belőle, vagy annak is legyen haszna belőle, és szerintem ez lesz majd ilyen szempontból a legfontosabb, hogy ezek megfelelően kerüljenek, megfelelő helyre kerüljenek, és akkor mindenki találja meg benne a lehetőségét, és akkor lehet szerintem jó kompromisszumokat kötni. Amiről még nem beszéltünk, hogy mikor lehet majd ennek kézzel fogható eredménye, hiszen egy több éves időszakot vagy időszakról szólunk. Igen, ez egy több éves időszak. Hát mi szeretnénk, hogyha ez egy viszonylag rövid időszakon belül ezek helyre kerülnének, és valamikor talán már a tavasszal lehetne ezeket a pályázatokat benyújtani. Végezetül képviselő úr említette, hogy szeptembertől ugye visszaáll a menetrend, nem tudjuk még, hogy hogyan és meddig. Mik a tervek az év utolsó negyedévére koncentrálva? Hát ugye itt gyakorlatilag elkezdjük a közgyűlési munkát, a képviselői munkát. Itt gyakorlatilag folyamatosan havonta lesz most már a közgyűlésnek ülése. És hát, mint ahogy említettem, és a középpontban azért elsősorban ezek a topos forrásoknak a jó megtervezése áll, és azt gondolom, hogy ez lesz ennek a ciklusnak is az egyik legfontosabb feladata, hogy ezeket jól megtervezzük, és ezek tényleg hasznára legyenek a településeknek. Innen folytatjuk legközelebb, hiszen mi is nyomon követjük ezt a folyamatot. Köszönjük, hogy elfogadta megkívásunkat. Köszönöm a megkívást. Közéleti mozaikunk végén egy programajánló. Augusztus 29-én szombaton dr. Polnár Tiborra emlékezve szervezik meg hagyományosan a fogadhajtó emlékversenyt reggel 7 órától délután 18 óráig a Szarvasi úti sportpályán. És még egy program, augusztus 30-án folytatódik a Szentesi Nyári Színház programja, az Egy apró kérés című darabot tekintetik meg 20 óra 30 perctől a Megyeháza udvarán. Kedves nézőink, ezzel közéleti mozaikunk véget ért. Egy hét múlva ismét hasonló témákkal várjuk majd Önöket. Egyben műsorunk végéhez is elértünk. Pénteken 17 órától jelentkezünk új műsorral a megszokott rend szerint. Számítunk akkor is a figyelmükre. Mindenkinek nagyon szép napot, szép estét kívánok, a viszontlátásra!